Sziasztok, én a Bajk, és itt vagyunk a F1 2019-ben, és megnézzük a karriermódunkat az orosz nagydíjjal. Hát ez előző versenyünk az nagy verseny volt. Hogy miért mondom, ezt meg tudjátok nézni, ha szeretnétek. De nagyon jó futam volt az előző. És akkor fejlesztésünk az jött ide 2, és a versenyünk meg esős lesz. Na menjünk is az első szabad edzésre. Reméljük jók leszünk itt is. Annak egy újabb lépés lesz a bajnoki cím felé. For what is expected to be a compelling race weekend. Well, it all begins today with practice. A warm welcome once again to the man standing beside me in the commentary box for this session, Anthony Davidson. Hello, Ant. Excited to get underway? Yeah, absolutely. I always look forward to seeing the cars get out there on track. And they probably won't be on the limit immediately, of course. We know that one or two of the teams are looking to do some work on new aerodynamic packages, so that always takes some time to get into. But it'll be really interesting to see later on in the session what kind of performance gains are there to be found. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Na nézzük lesz a szabad edzésen eső. A harmadikon. Akkor ott fogjuk megcsinálni a versenystratégiát. És így akkor az első a szokásos programokat ugye. Na, de egy patentül megy. Ja, még nem is egy hú de nehéz pályáról beszélünk. De jó, ezzel meg vagyunk. Ez nem volt egy What is this? Na, jött ez.
Na mi a végtempónk? 3.41 volt. Zsír, ez is megvan, mehetünk is tovább. The session has drawn to a close, so let's review our top. Basszus, majdnem 300 pontot szereztem is szabad edzés alatt. De azért az nagyon durva. Na, akkor csapjunk neki az időmérős karikát. Na most 3.48 volt a végső sebességünk. Kicsit szar volt, hogy resztet meg kellett előzni, ugye? De végül is nem volt nagy gond.
Csúsztam. Próbálom beállítani végsebességre a Verdát, hogy úgy mit fogunk tudni. Na nézzük. Gyerünk rá, kedem, húzz el előre. Azért megy lefel az... Egyből jobb. És akkor megcsináljuk az elszest. És akkor ott erre maradt az üzemanyagos, meg a versenystratégia. Zsír, megvan az is.
It's time to remind ourselves of our top three. Who are... Good day today. Let's have your take on it. Is that pace and practice a good indicator? You left some body work at... Appreciate your time. Na és csapjunk neki az utolsó szabad edzést. És kezdjük a verseny stratégiával. A végeredmény marad a üzemanyagos. Miért kellett ennek a szarnak megcsúszni? Nem már, hogy esélyben ilyen szar lesz az autó. Félve kell bekanyarodni vele. Akkor vissza a garázsba, nézzük egy másik beállítást, mert ez így kegyetlen szar. Na nézzük, erre kíváncsi vagyok.
Változott-e valami? Ugyanaz. Semmi nem változott. Fantasztikus. Miért megy el a hátulja, nem vágom. Na most nem vettem be padlóra ezzel azt a kanyart. Így jónak tűnt. Na, egy körre van. És most meglepő módon full gázra vettem be. Mondom, már nézem, mi történik így. Istenem, menj már előttem, te barom.
Zsír. Na vissza a boxba és megcsináljuk még akkor a üzemanyagos programot. Néha megúszik most már, de meg lehet azért fogni. Ez rohadtul nem jött jól most. Hát ez ennyi volt. And with all the cars now over the line, let's see our top three again. Stroll. Na jöjjön az időmérő. Hogy itt száraz lesz a egész időmérő. A futam is úgy félig. Welcome F1 fans, where qualifying will be starting in the next few minutes. Prepare to get out on track at the Sochi Autodrome here in Russia.
The competition is certainly heating up as we head into today's qualifying. Some impressive times showing up during the previous practice sessions. Anthony Davidson, do you think we can expect a similar level of skill to be showcased during today's qualifier? Well, I certainly hope so. The competition here is extremely tight, and I think we might see some very close times today. Remember, practice isn't just about fastest lap times, though. It's about optimization. It's about ratifying your decisions. No one's going to be sweating small mistakes here and there, but in qualifying, that all changes. You need to nail that perfect lap or face the consequences. And believe me, that's a lot of pressure. Ó, meg gyors visszaállítom a top speedre, még ugye van lehetőségre, és ez volt az utolsó lehetőség, szóval innestől kezdve már így fogunk végigmenni a versenyen. Szerintem ezzel bejutunk. Ó, simán. És akkor kiesett Russell, Hülkenberg, Kubica, Albon és Bottas. Csapassuk neki.
Na, erre kíváncsi vagyok. Csak egy 31-1. Jó, bent vagyunk. Kiesett Butler, Raikkonen, Norris, Leclerc és Giovinazzi. Na, csapjunk neki. Viszont most jó köröket kell mennünk, mert ez már a pólért megy. Na, ez egy jó kör volt. 30,3. De nem, 9. Elnéztem. Csodálkozatos mondom, hogy az Isten futottam ennyire jó kört hirtelen. Jézus Ferenc, 30,1. Box. És akkor gumicsere is még megyünk. Ott szerintem egy kört kb. We've had to spend time repairing the damage to the car. És negyedik helyen vagyunk. Talán még belefér két kör, de egy biztos. Nem, egy kör fog beleférni csak. Looks like rain is inbound and we're expecting it in around 5 minutes. 5 minutes till the rain. 5 perc múlva jönne az esély, de hát már nem fog nekünk keresztbe tenni. Sőt, senkinek nem fog keresztbe tenni.
first row of the grid. Na és csak egy ötödik hely. Na, egy picit jobbat vártam. Tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Perez, Vettel, and Pierre Gasly. Well, that wraps up qualifying. Mikor miattont legalább megelőztem. Mégis annyira nem rossz, ha úgy vesszük. Pont fog jönni. 132. Na és válaszunk egy riválist. Na ki legyen az. Legyen Vettel, mint rivális. Ma 20 győzelmünk van, 5 pólunk, és 37 dobogós helyezés. Na, csapassuk neki a futamot. Hát én minden szezonban nyertem futamot. Azt nem mondhatom, hogy minden csapatnál vagy a Toro Rossónál, nem. Ugye Haas-szal is nyertem. A McLarennel is ugye. Meg a Red Bull-lal. Well, it's certainly not the best weather out on the Sochi street circuit today. A track that boasts 18 corners, 12 to the right and 6 to the left. And it's a track that combines both fast corners and long straights, resulting in speeds of excess of 200 miles an hour. But with these conditions, I wouldn't be surprised if we see a safety car out there today. Alongside me to discuss all the action today is Anthony Davidson. Thanks for joining us, Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. It's time to see how our drivers are standing in today's exciting qualifying session. Sergio Perez will lead us away from the büntetése. Looking at the rest of today's grid, we have Weber, O'Connor, Lewis Hamilton and Ricciardo. Vettelnek volt, ugye ő volt a második, azt hiszem. Vettelnek volt. Giovinazzi, Russell, Nico Hülkenberg. Robert Kubica, Albon, and Valtteri Bottas begins the race from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy.
hát ez jó lesz. Szinte egész verseny alatt esni fog az eső. Nem akartam megelőzni, így jött ki. Így is, úgy is Weber rajta lalomlik, erre nem én attól, hogy megelőztem. Ricardo a hatodikra rajtol. És a két McLaren is benne van a top 10-ben. Az nice azért. Na, nézzük a rajtot. Barom lökött meg. Ki volt itt? Hamilton. Egyelőre jó tempónk. Szerencsére nem maradunk le róluk. De viszont Hamilton itt már igen.
Most Pereznek akkor a jobb volt így is. Hiába futottam meg a legjobb szektort középen. Te barom, miért húzódol be középre? Na most jó volt a kigyorsítás. Jó, megvan Weber. Perez 3,2-re van tőlünk. Most őt kéne megfogni. Nem lesz egyszerű, de meg kéne próbálni. Hot.
Na már hoztunk rajta. 2,4. Visszamentem 3 másodpercre. De lényeg, hogyha kell, akkor tudunk hozni rajta. Kettő és 6. Király. Hozok per ezen akkor fasza. Huszonkettedik körre van nekem beírva, hogy akkorra kéne menni a boxba. Vagy a körülbelül ott fog megállni az eső. Elrendettem az utolsó szektor, de nagyon szar volt. Nem látszik, és már maradt a különbség. Ezért ad büntetés, mert egyszer átcsúszok. Hát mi ez?
most sokat közeledtünk. Hát még ugye annyi volt, de azt hittem, hogy sokat közeledtünk. Másodpercre felment. Mi milyen körben Perez? 46-7. 47-1. Jól látom, hogy 3,8. Na, legjobb, ha játszom én is vissza. Én még nem is jöttek annyira rosszul. Na,
Mintha már nem esne az eső. Viszont... azt király, akkor csak megoljuk még felszáradés. Lehet csapatni neki majd lágyakon, ugye? De állj már meg, te szar! Ott fékezek, már mióta nem állt meg. Ez már 4,4-re van. Mivel ilyen hamar elállt, szerintem hamar át lehet majd váltani slickekre. Csak meg egy picit ugye várni kell, hogy száradjon. Ez 46-2-t futott. Szóval van 47-2, egy másodperce szarabb. Ugye az nem kaptál a szárnyat, nem jó. Perez most ment a boxba. Mi megyünk tovább.
Ah, pedig mi azt hittem, hogy az első szektor az kis biztató jellegű cucc lesz. Hülye. Miért csúszott meg ennyire? Csak száradna már fel, minél hamarabb ez a rohadt eső. Hát megint jó lett nekünk, ha jól jönnek a dolgok. Csak ugye ahhoz el kéne állni az esőnek. Amik elállni elállt, csak fel kell száradni, akkor így mondom inkább. Ennyi. Futottunk egy jobb kört. Nem is gondoltam volna, hogy fogok még ezen a gumin. Fel ez 45-2, meg 46-0-át mentem.
off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Tényleg rá kellene kérdezni az esőre, hogy mi a helyzet. Ezt hogy jövő, amikor pofázik és nem nyom semmire. És elvileg már nem lesz. Vagy csak ennek kéne felszáradnia. Ennek már nem kell sok. Szerintem két körön belül szépen fel lesz száradva. Hiszem, hogy abból egy picit több kellett volna. Persze, hogy kicsúszik ez a szar. Ha jelentett volna furán, nem csúszik ki. Szerintem a következő kör végén megyek a boxba lágyért. Hát megyek most. Szerintem már simán fel lehet rakni. Lehet, hogy most egy fasságot csináltam, de lehet, hogy bejön.
Na, jó lesz ez már. Szerintem jókor tettem meg, hogy bementem érte. Vettel kiesett. Már betapad. Jó, fasza, már jól betapad a gumi. Harmic hét, hat. Weber 37-4-et ment. Mire ezt a mérnök kimondja? Addigra már Gasly megfutatta a leggyorsabb kört. Remélhetően megjavítja Gaslyt is. Leclerc. Harmis négy hét. Ez 34-3.
Jó lenne megszerezni a leggyorsabb körét járó plusz pontot is. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e. De lesz 33-0. És nincs meg. Hát meg lehet. Hát nincs meg. Utolsó szektort elbasztam egy picit. És Perez 32-4-et futott. Ez a Perez sokat közeledett, hogy most spóroltam.
Nagy DRS-en belül legyen. Jó, szerencsére nincs. Teljesen belül. Bár úgyis mindegy. És egy újabb győzelem, ez az! Hát ezt nem hiszem el, hogy ennyire patent ez a Verda. Showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly. Ugye akkor én nyertem Perez és Weber előtt, és Weber dobogón a Toro Rosso-val. Szóval hiszem Toro Rosso még nem végzett idén dobogón, ha jól emlékszem. Stroll beosztott 5. helyre az Alfát, és Verstappen 8. a McLarennel. Ricardo ismét pontot szerzett a Renault-val. Szépen mentek a srácok, és 39 pontra nőtt az előnyünk. Hát Bottas már egy jelentős lemaradásban van, 72 pont. Hát Sainz és Stroll megelőzte Norris-t és Hülkenberget. Sainz az pontot szedettem, hogy ezt nem is figyeltem. Ja, igen, a 7. lett. És így más nem történt. És így a korsunk térében feljött az Alfa 6. helyre. Ugyanígy pontja van, mint a Haasnak, ugye a 7. helyen. És a 8. helyre visszajött a McLaren. Egy ponttal előzi meg a Renault-t. Vannak a csaták hátrébb. De a lényeg, hogy újra nyertem. Good day today. Let's have your take on it. You were cutting your way through the field during the race. How does it feel sharing a formula? Would you say that your rival is still on your level? Did you feel comfortable in the wet weather today? Great. Well, that's everything.
Na, a következő pálya Japán lesz, ugye? Hát ott már nem tudom, hogy hogy fog viselkedni a Verda. Na és Perezt legyőztem a rivalizálásban. Na és 1200 pont. Ja, ez az, hogy gyűjtsek ugye 30 világbajnoki pontot, gondolom két futam alatt. Ez bőven megvolt. És megnyertük a konstruktőri világbajnoki címet már most. Még az egyénért küzdünk, ugye? This could be a good opportunity to play up your rivalry for the press and expand your reputation. They didn't like those terms. Picit mentul. Így? Így már oké. Our proposal has been accepted. The new contract will take effect from the next race weekend. Jó, és akkor fejlesztünk. Mit javasol? Akkor ezt nem csináljuk, mert ugye nem akarom most ezt csinálni, most csináljunk olyan nagyobb fejlesztést. Ez a fék. Ez a gumikopás. Ja, igen. Akkor legyen ez. És ez három verseny hétvégre, mire meg fog érkezni. Vagyis az amerikai nagy díjra. Na, menjünk át a következő futamra, nézzük, milyen lesz az időjárás. Ó, száraz időnk lesz, király. Nézzük, hogy fejlesztette valaki. Hú, a Renault mennyit fejlesztett, azt a mindenit. Azért az nem semmi, hát a ház előtt voltak egy picivel. És a harmadik helyre felrepítették magukat. Ugye ott van az Alfa is a negyedik helyen, a Toro Rosso után. Meg a Williams is, azt a mindenit, az nagyon sokat fejlesztettek ők is. Jönnek fölfele. Na hát eddig királyok vagyunk. Hogyha tetszett ez a stream, akkor csapassatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a YouTube-on, vagy kövessetek be egy Twitch-en, Facebook oldalam, GTA Crew, minden ott azt a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!